Sziasztok! Itt is egy újabb Blu-ray bemutató látható. Ezúttal a Brooklyn című filmet tudom nektek, amelyről annól csináltam a bemutatót, kritikát, és nagyon tetszett. Tehát még jó, hogy megvettem. Három Oscar-jelölt is volt a legjobb film, a legjobb női főszereplő, Saoirse Ronan, illetve a legjobb forgatókönyv Nick Hornby, Richard Hornby képében. Az év legjobb szerelmes filmje volt, és úgy mondhatják ezt jogosan, hogy tényleg nem volt nyálas, gicses, romantikus, hanem a realista volt. Azt hozzá kell tenni, szerintem volt benne egy kicsi PC, a vége felé, de összességében egy nagyon jó olyan romantikus film volt, ami próbált realistább lenni, realista maradni. Humoros volt, drámai olykor felemelő. És 12 olyan óriáknak nem ajánlottam, hogy csodálkozok, mert lehetne 16-os is, mert szerintem egyrészt a 16 évesek talán kicsit jobban megértenék már, talán a történetet, illetve hát azért vannak benne, hát sikamlósabb részek, de annyira mondjuk nem durva. Na mindegy. Szép történet, rengeteg humorral, remekül, megírt, hibátlanul eljátszott. Végülis az igaz egyébként. Olyan feladatos extrák vannak, kimaradt és bővített jelenetek. Kisfilmek, így készült a film, a könyvadaptáció, a szereplők, a történet, az otthon elhagyása, a szerelem. Audio kommentár John Crowley közreműködése eredeti nyelven, forgatási képek galériája, eredeti mozi előzetes. Igen, az is nagyon jó, az otthon elhagyása, az emigráció, az egy nagyon érdekes tematika. Ez a 15-ös, azt hiszem, ez a film. 2015-ös, ha jól emlékszem. És hát nagyon sokan, hát ma addig is, de azután is, itthon is, meg máshol is, más országokban jellemző, hogy kimennek az emberek külföldre dolgozni, mert olyan gazdasági helyzet alakul ki. Írországban is volt egy ilyen helyzet, amikor kicsit nehezebben, keményebben mentek a dolgok. És valószínűleg ugye azt hiszem, akkor játszott pont talán a történet. És részben emiatt is megy ki, ugye, a főszereplő. És az is érdekes, hogy kiket, miket hagy ki otthon, mit jelent számára Írország az otthon, van-e honvágya, ha van, akkor azt hogy próbálja feldolgozni, mert kint kell dolgozni, nem tud más tenni, Amerikába megy. Szóval ez is érdekes, nem csak, ezért nem csak egy szerelmes történet. 5.1-es magyar hang, angol DTS HDMI, 5.1-es hang, cseh, lengyel, 5.1-es, orosz DTS 5.1, spanyol és török 5.1, és mindenféle felirat, 1080p HD felbontás, 1.85:1, tehát teljes képernyős képarány, játékidő kb. 105 perc, és ez is egy bontomfilm, nem, ez nem, de bontomfilm, kérdvány. Igen. A 20th Century Fox, aminek ugye neve most meg fog kicsit változni, készítette a filmet, nézzük belülről, milyen egy kérdésen 2000 körül volt árban. Szerintem tök jó, más a belső jelmezen lévő kép, és még ez is talán, nem ez van ugyanaz, mint ami elő van, de legalább van belső képe is, tök jó. És hát Saoirse Ronant én nagyon szeretem, hogy 2007 vagy 8 óta, amióta először láttátok, már Oscar jelölt szerepben, azóta nagyon sok filmben bizonyította egyébként, hogy mennyire tehetséges. És nagyon sok rendező keze alatt. Hát ennyit akartam mondani, búcsúzom tőletek, sziasztok!